Áprilisban 861 elsős diákot irattak be kerületi fenntartású általános iskolákba. Ez több mint 10%-a a tanulók összlétszámának, amely az utolsó adatok szerint meghaladta a 8,5 ezret. A legkisebbek beiskolázásához az önkormányzat füzetcsomaggal járult hozzá, amelyet Újbuda kedvence osztott szét a kerületi iskolákban. A gazdagréti Törökugrató utcai, valamint Csikihegyek utcai általános iskolába Molnár Gyula is elkísérte a pandát. Elindult egy újabb tanév, én abban bízom, így az első órákban mondhatom, hogy remélem szerint mindenre fel tudtunk készülni. Lesznek persze gondok, problémák, már látom azt, hogy nem egyértelmű mindenki számára az étkezési támogatási rendszerünk, hiszen most azt választottuk, hogy ténylegesen minden szülő tudja azt, hogy mennyi az a támogatás, mennyi az az összeg, amit egyébként fizetnie kellene, ha az önkormányzat nem támogatná, és egy következő ütemben lesz a támogatás mértéke pontosan hozzárendelve az étkezéshez. Ma azt mondtam, hogy többet fogunk költeni például étkezésre, mint eddig bármikor, és azt gondolom, hogy több embert fogunk tudni támogatni. Nyilván az első pillanatok mindig izgalmasak. Én úgy látom, hogy műszaki értelemben szakmailag felkészültünk erre az évre, ezt láttam most a két iskolában is, ahol voltam, és hát a tavalyi tanévben a diákok szavaztak Újbuda kedvenc állatáról, és ez a kis panda lett, amit örökbe is fogadtunk az állatkertbe. Ennek a kis pandának egy nagy panda változata, egy mása el is készült, amelyik végigjárja most az első osztályokat. Itt két iskolában én magam is elkísértem őt, és egy kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk az önkormányzat nevében, egy füzetcsomagot, órarendet a kis pandával, a kis panda logóval együtt megkaphattak. Azt látom, hogy ilyenkor mindenki picit jobban izgul, a szülők talán még inkább, mint a gyerekek, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó szakmai színvonalú iskolákat választhattak ebben az esztendőben is a szülők.